Sziasztok, Svájc Zsolt vagyok, a Tech videót nézzetek. Mai nap pedig egy nagyon izgalmas termékkel készültem nektek, méghozzá a Jabra Elite Sport teljesen vezeték nélküli Bluetooth headsetével. Ha megnézitek a képet, akkor láthatjátok, hogy a két különálló fülpárt semmilyen kábel nem köti össze. Az ilyen típusú headseteket nevezik True Wireless, azaz teljesen vezeték nélküli headseteknek. A termék nem kifejezetten új, lassan egy éve már, hogy bemutatta a Jabra. Azóta egyszer, pár hónappal ezelőtt frissítették is. Egyetlen egy változás lesz a régi, illetve az új modell között, az pedig az üzemidő. Nekem a régebbi modell van, amit hogyha itt megfigyeltek, akkor 9 óra üzemidőt ígér. Ezzel szemben pedig az új modellnél már 14,5 órát sikerült kihozni belőlem, szóval mindenképp célszerű vásárlás előtt megbizonyosodni arról, hogy az új vagy a régi változatot vesszük meg, mert azért nyilván nem mindegy, hogy 9 vagy 14,5 óráig fogjuk tudni használni egyetlen töltésre, és ezen kívül igazából semmilyen más különbség nincs a termékek között, és ha jól tudom, akkor az ára is változatlan maradt. Az árról különben annyit, hogy jelenleg 250 euró körül érhető el külföldön, ez Magyarországon olyan 70-80 ezer forint körül alakul, ami nem kifejezetten mondható olcsónak vagy megfizethetőnek, bár érdemes tudni, hogy az ilyen teljesen vezeték nélküli headseteknél ez egy szokványos, átlagos árnak mondható. Nyilván vannak olcsóbbak és drágábbak, de körülbelül ez az az árkategória, amivel számolni lehet. Nézzük is akkor meg, hogy mit találunk a terméknek a dobozában. Amit még itt érdemes első körben elmondani, hogy a termék csepp és vízálló, szóval nyugodtan lehet sporthoz is használni, sőt igazából ez az első felhasználási területe, mivel beépített pózusmérőt is kapott az eszköz, amit igazából annyi dolgunk van, hogy behelyezzünk a fülünkbe, letöltjük a Jabra-nak az alkalmazását hozzá, és akkor ezen keresztül tudjuk monitorozni a pózusunkat, ami azért nagyon jó, mert hogyha például zsírégetni szeretnénk, vagy kardiózni, akkor azt egy adott pózus alatt tudjuk a legjobban, szóval hogyha odafigyelünk, hogy mennyi az adott pózusunk, akkor jobban tudunk például zsírt égetni, és ennek megfelelően tudjuk állítani a teljesítményünket, hogy jobban rákapcsolunk, vagy inkább lelassítunk. Szóval így néz ki a doboza, látható, hogy nagyon igényes termékről beszélünk, ahogy már a Jabra esetében megszokhattuk. Aki nem ismeri a Jabrát, különben kifejezetten hangtechnikai eszközökre specializálódtak, főleg headsetekre, Bluetooth headsetekre, de ezen kívül vannak még neki különben külső Bluetooth hangszóróik is. Ha megnézzük itt a dobozt, akkor itt már látunk egy kis bepillantást az alkalmazásra, amit ingyenesen le tudtok tölteni az App Store-ból, illetve Google Play Store-ból, valamint látható, hogy különböző fülbedugható részekkel érkezik, szóval mindenki személyre tudja magának szabni, hogy sportolás közben semmiképp ne essen ki az eszköz a füléből. Akkor nézzük tovább a dobozt. Először is nézzük meg a kiegészítőket. Látható, hogy itt vannak nekünk a fülbedugható részek. Látható, hogy elég sok van, szóval tényleg nagyon jó a személyre szabható, illetve hogy akár, hogyha egyiket valamilyen úton, módon elhagynánk, vagy megsérülne, vagy valami lenne vele, akkor ki tudnánk cserélni. Nyilván itt azért hiányzik kettő, mert én már korábban felhelyeztem a eszközre. Találunk még itt a dobozba egy felhasználási útmutatót, amiben gyorsan nézzünk bele. Látható, hogy van nekünk itt elég sok papírunk, gondolom ez a több nyelvűség miatt lett ennyi. Alapozzunk bele az egyikbe, például látható, hogy felhasználási útmutató. A doboz aljában találunk még természetesen egy kábelt, ami egy micro USB kábel, ennek a segítségével fogjuk tudni tölteni. És nem is magát a Bluetooth headsetet kell majd mindig feltöltenünk,
hanem ezt a kis töltőállomást, amit magunkkal tudunk hordozni. Igazából így tudja elérni a 14,5 órás működési időt az eszköz, hogy alapból, hogyha jól emlékszem, akkor 4,5 tud maga feltöltött állapotban a két darab headset, illetve még akkor egy 10 órát rá fog nekünk tölteni ez a kis töltőállomás. Ezt kell majd mindig töltenünk, és ebbe belehelyezve tudjuk feltölteni a headsetünket is. Ha ezt kinyitjuk, akkor így néz ki. Helyezzük is bele a headsetet, hogy megnézzük. Egyszerűen csak így belerakjuk. Az itt látható módon. Ha bezárjuk, akkor egyből el is kezd nekünk tölteni. Itt látható, hogy oldal felvillant a LED, illetve itt elől is egyesével mutatja a különálló fülpároknak a töltöttségi szintjét. Felülre került egy Jabra logó, illetve ide oldalra pedig egy micro USB csatlakozás. Ami szerintem lehetne egyel jobb, igazából ez csak az én személyes véleményem, de nagyon jó lenne például, hogyha azt megoldanák, hogy esetleg mágnes segítségével ide húzzam ezeket a fülpárokat. Itt most egy kicsit össze-vissza mozog, meg sokszor azt tapasztaltam, hogyha nagy lendülettel kinyitom, eléggé felcsapódik sokszor, akkor éppenséggel kieshetnek ezek a fülpárok, szóval szerintem nagyon jó lenne, hogyha mágnes segítségével ezt megoldanák esetleg a későbbiekben. De amúgy látható, hogy nagyon kompakt kis doboz akár zsebünk, bármilyen zsebünkben el tud férni, és ezt magunkkal tudjuk hordozni. És 14,5 óra üzemidő, igazából még 9 óra üzemidő is, azt mondom, hogy teljesen elégnek kell, hogy legyen bárki számára, hogyha minden nap felrakjuk tölteni, akkor is egész nap tudjuk hallgatni, még maximális hangerőn is. Nézzük akkor meg magukat a headseteket. Ezeket természetesen egyesével is tudjuk használni, nem kell, hogy mind a kettő egyszerre a fülünkbe legyen. Hogyha kinyitjuk az eszközt és be vannak kapcsolva, akkor automatikusan már csatlakozni fog a készülékünkhöz. Látható, hogy ezeken találhatóak gombok, amik más-más az egyes fülpárokon, szóval hogyha megnézzük a jobb oldalit, akkor arra került egy megállító elindító gomb, szóval ennek a segítségével tudjuk megállítani, elindítani a számokat, illetve tovább léptetni őket. A másikra pedig került nekünk egy plusz-minusz gomb, ezzel nyilván a hangerőt fogjuk tudni szabályozni. Természetesen mikrofon is került beépítésre a headsetbe, szóval nem csak zenét tudunk hallgatni, de akár hívásokat is tudunk fogadni, vagy akár különböző parancsokat mondhatunk a asszisztensünknek platformtól függően, legyen az Siri vagy Google. És körülbelül ennyi, amit érdemes róluk tudni. A hangminőségről, hogyha akarunk beszélni egy kicsit, akkor egész jónak mondható, a Jabra különben mindig is jó volt a hangminőségben, szerintem nyilván nem a legjobb, amit tudunk kapni, de egész jó, főleg egy ilyen teljesen vezeték nélküli headsetnél, ne várjunk azért csodákat, hogy óriási basszusunk lesz például, de különben egész jó, egész élvezhető hangzást nyújt. És használat közben különben én próbálgattam, hogy mennyire tud kiesni az embernek a füléből. Látható, hogy vannak itt ilyen részek, amiket be tudunk akasztani a fülünk alá, szóval ezzel még biztosabban tudjuk rögzíteni. Bár én azt tapasztaltam, hogy simán így se nagyon akar kiesni, szóval így is biztonságosan tudom használni akár edzés közben is, nem kell ezt a különálló részt felraknom rá, hanem így is nagyon jól ott marad az embernek a fülében. Elsőre egy kicsit furcsa lehet, hogy
hogy ott van, is azt érzi az ember, hogy mindig, mint hogyha ki akarná esni, de amúgy valójában nem, egy pár nap után meg lehet szokni. Ez lett volna tehát bemutató videója Jabrának a Elite Sport teljesen vezeték nélküli headsetéről. Én Svedt Zsolt voltam, Tech Videót néztétek, kövessetek minket továbbra is, sziasztok!